Sziasztok! Ismét itt vagyunk egy szerintem nagyon érdekes megoldással, legalábbis akit a Forma 1 érdekel, a hivatalos nevén Formula 1-nek hívják különben, egy olyan megoldással jelentkeznénk, ami ott vált igazából ismerté, azért is van ez a kép mögöttem. Aki néz Forma 1-es közvetítéseket, gyakran látja, hogy időnként beadják azt a képet, hogy mi folyik a box utcába, és ott azt látjuk, hogy ülnek a mérnökök ugyanígy sorban, mint itt a képen, előttük a monitorok, és ők ugye innen tudják figyelni az autókat, hogy mi történik a versenyautókkal, éppen milyen a motorhőmérséklet, a fordulatszám, a fékhőmérséklet, borzasztó sok adatot tudnak ellenőrizni, és amiről most szó lesz, az nagyon rokon ezzel, sőt tulajdonképpen ugyanennek egy, ha úgy tetszik, polgári változata, ami érdekes, hogy teherautóknál, kamionoknál már korábban fölismerték ennek a jelentőségét, hogy az egyes járművek követése az nagyon érdekes, de most már szerencsére sikerült annyira egyszerűsíteni, észszerűsíteni a technikát, és főleg költség szempontból elérhetővé tenni, hogy ez személyautókban, illetve kis teherautókban is beépíthetővé válik, így például a kis és középvállalkozások autóparkjait tudják ezzel a tulajdonosaik felügyelni, és minden autóról lehet tudni, hogy hova megy, honnan jön, mit csinál, megérkezette a megfelelő időpontra, kicsit úgy, mint hogy a Forma 1-ben is követik az eseményeket. Amit ugye tudni kell, ami a technikai háttere ennek, ugye az F1-nél is sejthetjük, hogy az a trükk benne, hogy a Forma 1-es autóba be van építve valami kis szerkezet, valami kis kütyű, ami ugye leadja a drótot a mérnököknek, leadja az információkat. Hát ez is így működik, itt én magam elé is vettem a egyelőre három lépcsős a rendszer. A legegyszerűbb, ez egy OBD-s szerkezet, tehát ez roppant egyszerű, ma már ugye minden, most már lassan 20 éve minden autóban van OBD, sőt több mint 20 éve, ezt abba lehet beledugni, és ebbe a kis szerkezetbe, ebbe benne van egy GPS antenna, egy GPS szerkezet, valamint van benne egy mobil internet modem, itt van a kis SIM kártya, ő ezen keresztül adja le az adatokat, tehát egyrészt a csatlakozókon keresztül kiveszi az autóból a műszaki paramétereket, fordulatszámot, vízhőmérsékletet, sebességet, nagyon sok mindent, valamint itt van a GPS egység benne, amivel szintén lehet az autó helyzetét meghatározni, ez segít ugye a sebességet is szintén leellenőrizni, és utána a mobil internet egységen keresztül itt van a kis SIM kártya, ez azonosítja be, illetve ezzel tud ugye följelentkezni a rendszerre, fölküldi az adatokat, a mért adatokat, folyamatosan küldi föl a felhőbe, ahonnan mi, mint az előbb is talán említettem, mobiltelefonnal, tablettel, vagy akár egy asztali számítógéppel követni tudjuk az eseményeket. Izgalmas, hogy van benne még egy kis litium-ion akkumulátor is. Ez azért van, hogyha mondjuk valaki nem akarná, hogy lássák, hogy ő éppen milyen sebességgel közlekedik, meg mit követ az autóval el útközben, és kihúzná ezt az egységet, ez akkor is riaszt egyet, hogy halló, engem eltávolítottak az autóba, olyan valami történik a cég autójával, aminek nem kéne megtörténnie. A másik lépcső, tulajdonképpen ez a legegyszerűbb, de ezt nem lehet kiszerelni az autóba, ezt szervizben kell beépíteni, ez is tud alapadatokat szolgáltatni, ebbe is van GPS, ebbe is van ugyanúgy egy ilyen SIM-kártyás mobil internet adó, de ez egy kicsit kevesebb adatot tud, mert ez nem úgy csatlakozik az autóhoz, mint az OBD. A legkomolyabb egység az a legnagyobb doboz, tehát ugye látszik is talán a háromnak a méret, ez az OBD-s, ez a legnagyobb egység, ez pedig ez az úgynevezett alap egység. A legnagyobb egység tudja a legtöbbet. Közvetlen fémes érintkezés nélkül képes az autó CAN rendszeréből kinyerni az adatokat, abból minden adatot ki tud nyerni, és ugyanígy mobil interneten keresztül elküldi a mobiltelefonunkra, a tabletre, az asztali számítógépre, vagy mindháromra egyszerre. De most megmutatnánk egy autón is, hogy ez hogy működik, hogy van beépítve, én ki is viszem ezt a kis szerkezetet, mert be fogjuk kötni csak úgy játékból, és utána mutatunk egy olyan autót is, amiben ez be van kötve, utána megmutatjuk, hogy tényleg hogyan működik a valóságban a rendszer, hogyan közvetíti az autónak szinte minden lépését, illetve azokat a lépéseiket, amit mi beállítunk rajta, mert ezt akarjuk figyelni, ezt akarjuk ellenőrizni. Utána ezt mind elmondom, hogy ezek mik. Már itt is vagyunk az autónál, látjátok, ez egy valódi autó. Az OBD csatlakozó itt van alul, szépen lila színnel kiemelve.
És így ennyi. Gyakorlatilag ennyi egy ilyen kis készüléket csatlakoztatni. Mondjuk még valami kell a rendszerhez, mert nagyon fontos, hogy az autó ne csak így össze-vissza menjen és adja a jeleket. Legalábbis ha cégesen működtetjük az autót, ott ugye egy sofőr vezeti, ha adott esetben egy alkalmazott. Ugye ott nagyon fontos, hogy esetleg több alkalmazott is vezetheti, hogy a vezető azonosítsa magát. Erre van egy megoldás. Szörényi Andrés kollega fog segíteni, mert nála egy olyan autó van éppen, amiben már be van szerelve ez a készülék, méghozzá láthatatlan módon, és ő azonosítani is fogja magát, és csinálunk vele egy érdekes kísérletet, ami egy kicsit már mutatja is, hogy mit tud ez a kis készülék, illetve ez a rendszer. Andris beül, mintha éppen el akarna vele menni, de ezt is fogja tenni vele. Egy van, én előveszek gyorsan egy jegyzetfüzetet, ez egy Kia Ceed, itt például emögött a fedél mögött van az OBD csatlakozó, tehát itt teljesen el lehetett rejteni, és van egy olyan dolog, ami kívülről is látszik, hogy ebbe valami más van az autóba, ez a kis korong, és ilyenkor ő be tud jelentkezni az autóval, a vezetőt lehet így azonosítani. Minden, nekem is van egy ilyen kártyám, azt hiszem itt van nálam, például itt van, tessék. Tehát ez egy ilyen RFID kártyának nevezett szerkezet. Minden sofőr kaphat egy ilyet, ez hozzá van rendelve a nevet, tehát a bejelentkezés után azonnal lehet tudni, hogy ki vezeti az autót, ki közlekedik vele. Hát ha valaki nem jelentkezik be, akkor viszont lehet tudni, hogy megint valami, esetleg valami rosszaságban töri a fejét, és akkor utána lehet szólni, hogy haló, miért nem jelentkeztél be? Látjuk, hogy az autó mozog, vagy éppen áll, tehát olyat csinál, amit éppen nem szeretnénk, hogy csinálja. Akkor most Andris elindítja az autót, innentől kezdve fogjuk azt megmutatni, hogy hogyan fogjuk tudni az ő mozgását követni. Szia Andris! Sziasztok! Menjél, ahova mész. Hova mész? Szerkesztőségben mész, dolgozóban mész, hát igen. Jó, hát jó utat! Vigyázz, mert minden lépésedet figyeljük! És nagyjából 11 óra, 11 perckor elhagyja a parkolót. Fölírtam ezeket a bizonyos időpontokat, különösen a második az érdekes, ugye 11 óra, 11 perckor hagyta el Andris a parkolót. Ez a tablet, meg ez a mobil itt volt benne, hát most a mobil nem annyira érdekes, ellenben a tabletet megmutatnám, de mobilra is rá lehetne hozni az adatokat. Megjött egy SMS riasztás formájában, hogy a Kia Ceed elhagyta a parkolót, egyben az is kiderült, hogy az órám egy krumpli, mert én ugye 11 óra 11 percet írtam föl, de ugye a számítógépes idő szerint, a pontos idő szerint 11 óra 13 perc volt. Ezek után bemutatnánk azt, hogy hogyan néz ki a számítógépen, mit lehet nézni, de akár mobil applikáción keresztül, vagy tableten is keresztül, hogy néz ki a felület. Na most tehát belépünk a rendszerbe, ekkor jelenik meg a kezelő felület. Ugye van egy központ, térkép, útvonal. Tényleg menjünk be gyorsan a térkép, azt mondom, hogy a térképállásba igen, mert itt már is azonnal élőben kéne tudni követnünk az autó mozgását. Jelen esetben még így vannak az autók megnevezve, hogy milyen készülék van beléjük szerelve, de természetesen az igazi rendszer élőben rendszám alapján fog működni, tehát nyilván mindenki rendszám alapján fogja az autóit fölvinni ebbe a rendszerbe, hogy utána követhesse őket. Most válasszuk ki azt az autót, amelyik az Andris autóját, aki ugye tart a szerkesztőség munkahely felé. Hát most pillanatilag annyiban kicsit vegyesebb a kép, hogy látjuk az egész napi mozgását, látjuk az autónak, ma már ugye több utat teljesített, tehát látszik azt, hogy az összes út lekövethető, a pillanatnyi utat azt hol is látjuk, hol tart most, ha jól látom, akkor a Szőlő utcán autózik a szerkesztőség felé, ha jól látom. A kis szerkezetben van egy gyorsulás érzékelő is, és ezt be lehet például kalibrálni, akár kanyarsebességre, akár gyorsításra, akár lassításra, amiből ugye következtetni lehet, hogy a sofőr hogyan használja az autót, ami ugye tulajdonképpen egy közvetett költségmegtakarítást jelent, ez a közvetett része az ügynek, hiszen ezzel kicsit motiválni tudjuk esetleg a sofőröket, vagy akik vezetik az autót, hogy ne olyan vadul vezessenek, akkor az autó kevésbé fog elhasználódni, kevesebb üzemanyagot fog fogyasztani, mert ugye tudjuk, hogyha például nagyot kell fékezni, utána gyorsítani kell, és a gyorsítás az egyik legenergiaigényesebb folyamat. Itt van például a hűtőfolyadék hőmérséklete, ez az, amit ugye az OBD ad le a rendszernek, és ugye például ennek megfigyelésével tudjuk azt is ellenőrizni, hogy hidegen nem hajszolja valaki az autót, mert itt van például a fordulatszámot is lehet figyelni, de itt van a sebesség is
folyamatosan nyomon követhető, sőt egy kis diagramba le is rajzolható, ami megint csak érdekes lehet, ha visszanézzük az autó mozgását, hogy hol milyen sebességgel ment, betartotta, aki vezette az autót, a közlekedési szabályokat, a sebességhatárokat, vagy csak esetleg kicsit lépte túl. Itt igazából nem is kell nekünk ezt mindig lehívni, mert ugye van ez a másik funkció, amit egy kicsit itt a mobileszközök kapcsán emlegettem, ez a riasztás. Meg lehet adni, hogy mi legyen a riasztás alapja, fordulatszám túllépés, területre belépés, területre kilépés. Nyilván értékelni fogják az ügyfeleink, hogyha pontosan odaérnek a kollégáink és a megfelelő időt rájuk fordítják és eltöltik ott. A riasztásokról annyit kell tudni, hogy az ugye SMS-ben érkezik, ennek azért van költsége pluszban, tehát úgy kell ezt beállítani. Ellenben az autó mozgása, meg minden az applikációból, illetve az asztali számítógépen, egy laptopon, vagy akár egy tableten követhető pillanatról pillanatra. Ez is egy érdekes kép, itt nem az útvonalat látjuk, illetve mégis az útvonalat látjuk valójában, mert szépen a pontok lekövetik, csak hogy ezek a pontok nem egyszerűen az útvonalról érkező jelzések, hogy ott volt az autó, hanem ezek bizony riasztási pontok. Itt történt olyan esemény, ami be volt állítva, hogyha az megtörténik, akkor a rendszer küldjön riasztást. Itt jelen esetben ezek sebesség túllépéseket jeleznek. Mondjuk kicsit alacsonyra állítottuk, ez az M3-as autópálya vonala, ha valaki így fölismeri esetleg ilyen messziről, ahol 130-ra állítottuk a riasztást, ami azt jelenti, hogy ha már 131-nél bejelez a rendszer, ami azért nem akkora sebesség túllépés. Egyébként, ha egy pontra így rámegyünk, ráközelítünk, megvan, hogy melyik autó, ugye itt helyett majd a rendszám fog megjelen, az időpont, pontosan is az, hogy mi történt. Ezt mondja, a tartósan a beállított korlát fölött, itt azt hiszem 1 percre volt beállítva, tehát ha 1 percen keresztül az autó gyorsabban megy, mint, akkor történik egy ilyen riasztás. És ez ugye nagyon fontos, hogy ezzel tudjuk követni azt, hogy aki vezeti az autót, az hogyan használja. Ugye talán említettem, hogy a gyorsulási értékek, a nagyfékezések, a gyorsan vett kanyarok vannak, és ez mind-mind beállítható adat, tehát mi mondhatjuk meg, hogy mi számít gyors fékezésnek, vagy gyors kanyarodásnak, mi számít erős fékezésnek. Tehát ez egy nagyon ügyes ez a riasztási rendszer, ami mindenről szól, ha eseményről akarunk értesülni, ami fontos a család élete vagy az üzletmenet szempontjából. Ezen kívül még ugye volt szó egy kicsit a parkolásról. Ebben az a jó, hogy ugye valószínűleg aki az autót használja, annál is van egy mobil eszköz. Erre van egy parkoló applikáció, megint így mutatom, hogy nem csillog annyira. Nagyon egyszerűen elindítható. A GPS-ből tudja az autó a helyzetet, be tud jelentkezni, tehát igazából annyi a feladatunk, csak hogy rá kell nyomni, hogy parkolni akarunk, el lehet indítani a parkolást, itt például a régebbi parkolásokat lehet visszanézni. És itt lehet látni, hogy hol parkolt, mennyi időt. Ami érdekes, hogy a szolgáltatásnak része, hogy a parkolódiat nem is kell ott ugye a helyszínen kifizetni, mert ugye az is mobil parkoláson keresztül történik. Amit még tud a rendszer, ez az, ami sokak életét nagyon megkönnyítheti, hogy mivel folyamatosan követi az autó mozgását, nem egy nagy varázslat előállítani a menetlevelet, azt a menetlevelet, ami azért roppant érdekes, meg fontos manapság, mert az új szabályok szerint, ha például nyílt végű leasingre vesszük az autót, akkor ha van menetlevelünk, akkor az áfa visszaigényelhetővé válik az autóra, ez pont idei szabály, és nem kell küzdeni ezzel a menetlevél összeállítással, gyakorlatilag a rendszer önmaga összeállítja, meg tudja csinálni PDF formában, ahogy az mindjárt bemutatható a NAV-nak. Sokan talán úgy gondolják, hogy egy ilyen tudású rendszer, ami ennyire követi az autót ugye pillanatról pillanatra, riasztásokat küld, menetlevelet küld, parkolásban is segít és megkönnyíti az életünket ilyen szempontból, nagyon sokba kerülhet. Szerintem ahhoz képest egészen elfogadható az ára, tehát itt látszik az, hogy ez nem kamionok számára készült, nem 40 személyes autóbuszok számára, hanem inkább tényleg kis- és középvállalkozások, illetve személyautó, kis teherautós használatra készült, hogy az ára is észszerű szinten marad, hiszen a készülék maga az 25 ezer forint az alapkészülék, és annak ebben a beépítés is benne 25 ezer plusz áfa, ugye, mivel főleg vállalkozások a célközönség, de hát mint az ábra mutatja, azért magánemberek is tudják ezt bizonyos keretek között használni. A havi költsége pedig, mert ennek úgy havi díja is van, az 2500 forint plusz áfa. Ez szerintem egy nagyon fair ajánlat, ha így nézzük.
amellett ugye rengeteg egyéb információval ellát. Például most meg is jött egy riasztásunk, ismét kaptunk egy riasztást, ami ugye arról szól, hogy Andris kollega megérkezett a rendeltetési helyére, azaz az irodába, a szerkesztőségbe. Ugye neki ez volt a cél, de ugye vállalkozásnál a cél sokféle lehet, az a lényeg, hogy mindig mindent lehet tudni. Pont úgy, mint onnan indultunk a Formula 1-ben, ahol ugye nem is másodpercesen, hanem még annál is gyorsabban tudják az autó mozgását, sebességét, fordulatszámát, mindenét. Ugyanígy itt is tudjuk, bármikor lehet figyelemmel kísérni az autót, illetve információt kapni tőle, róla. Ugye itt látszanak, sőt, még olyat is tud, ezt el is felejtettem mondani, de azért elmondom, hogy pontozni is tudja a rendszer a vezetőt. Itt azt látszik, hogy mennyire autókímélően vezetett, illetve bizonyos megoldásunknál a fogyasztást is lehet figyelemmel kísérni, és például a nagyon kirívó, akkor ugye lehet szólni, hogy hallod, valami nem stimmel a vezetési stílussal, de ugyanakkor maga a rendszer azt is megmutatja, hogy hol van baj a vezetési stílussal. Ezt viszont nem most mutatnánk be, ez lenne a következő videónk témája. Köszönjük, hogy megnéztétek, reméljük tetszett ez a Formula 1, Forma 1-re hasonlító megoldás, ami most már a közúton is elérhető sokak számára. Köszönjük.